Kóródi boróka, 2018 fosztóképző. Szerintem, az, amikor először volt az előadás, és beléptem az ajtón, és itt volt az a sok ember, de tényleg 40 minimum, és, és mégis mikor elkezdődött, az hogy játszunk, akkor már nem voltak itt egyáltalán, és a végén realizáltam csak azt, hogy így, hoppá, ez most így megtörtént. Olyan volt, mint egy ilyen álom, hogy csak így csináltuk a dolgunkat, és aztán egyszer csak így vége volt, és, és mindenki tapsolt, és csak így álltam, hogy hoppá, ez most így igazából megtörtént, és így hónapokig azon gondolkodtam, hogy hát ez nem fog sikerülni, hogy, hogy így emberek előtt ezt csinálni, meg áh, nem lehet. És akkor így így megtörtént, és csak így az a megkönnyebbülés, meg egyszerűen az az öröm, hogy így, wow, ezt így mi együtt megcsináltuk úgy, hogy észre se vettük, hogy megtörtént. Hát azért a mi darabunkkal volt sok <laughs> probléma, és az tényleg, amikor itt ültünk, és szerintem mindenki sírt körülbelül, és úgy voltunk vele, hogy ez most lehet, hogy itt van vége, és hogy nem lesz ebből végül semmi, és akkor, akkor az tényleg nagyon-nagyon durván szar volt, hogy így most akkor, most akkor ezt feleslegesen csináltuk végig, és hogy mégiscsak jó lenne az, hogyha, hogyha megtörténne, de valahogy ilyen kilátástalan volt az egész. Szerintem először rettegtem, de tényleg, hogy most én, én kijövök, és, és hányni fogok, vagy nem tudom, összeesek, leesek, tényleg. És aztán így, ahogy ilyen öt perc múlva kezdődik, és ott állunk, és számolunk, és, és tök jó. Akkor így éreztem, hogy jó, akkor most így itt vagyunk, és ez tényleg meg fog történni, és így jó lesz. <coughs> Olyan igazán csak úgy hozzám oda jönni nem szoktak az emberek, mert azért a sok igazi, komoly történet között én egy kicsit elveszek. A utána, tehát hogy oda mennek a Zsófihoz, hogy te most tényleg egy terrorista vagy Jézus, mi történik, meg, meg persze a Szanihoz, meg stb., De. De azért mégiscsak, mint volt olyan, hogy oda jöttek, és úristen, hogy tudsz kihabálni? Remegett a szék, nehogy már, úristen, mi történik? Tehát, hogy azok, azok, persze viccesek voltak, meg jó estek. Hogy nem elsőre ítélkezem valakiről, mert például én ugye a szaniékkal esküliba jártam, és így csak így hogy oké. Okay. Na ezek aztán biztos, hogy nem állok velük szóba büdös életben, meg És hogy mégis egy, egy olyan barátság lett belőle, ami szerintem így megmarad, még akkor is, ha nem beszélünk, akkor is tíz év után is így meg rá nézni a másikra, és így szia, hogy vagy. És ez az első ilyen pillanat volt nekem, hogy így attól, hogy valaki nem feltétlenül tűnik olyannak, akivel szóba állnál első, attól még ő lehet egy teljesen konkrét, rendes ember és egy jó fejember. nagyon sokat tanulsz saját magadról, a, hát a saját életedről is egyébként, mert ahogy eljátszottuk a saját életünkből ezeket a részeket, jobban realizálod, hogy mi történt, akkor is sokkal jobban fel tudod dolgozni, mondjuk egy fájdalmas dologról volt szó éppen, de az is, hogy az is benne van, hogy másokkal hogyan lehet együtt dolgozni, tényleg csapatmunka, és az, hogy figyelsz a másikra, az, hogy meghallgatod a véleményét, és, és figyelsz arra tényleg, amit ő akar mondani neked, mert akkor lesz igazi egy beszélgetés, és szerintem ez mind tök jó. Nagyon sokat jelentett.